Az Éretlenek zenekar nyitotta meg a Flash Központ első kulturális nyílt napját szombat délelőtt. Az eseményen 4 órán keresztül tárlatvezetéssel nyerhettek betekintést az érdeklődők a Flash Központ kulisszái mögé. Így a Ritmus térvarás könnyűzenei műhely Moson-Magyaróváron a Flash Központban című projekt keretében elkészült próbatermeket és hangstúdiót is megnézhették a résztvevők, de nyitott ajtókkal várta az érdeklődőket televíziónk stúdiója is. A nap folyamán aztán a Flash Központban működő csoportok is bemutatkoztak, többek között a Moson-Magyaróvári Kertbarátok köre, a Margaréta Nyugdíjas Klub, a Teátrum Átflexum Színházi Egyesület, vagy éppen a Moson-Magyaróvári Fotóegyesület. A nap folyamán Nádasi Ferenc saját készítésű gitárjaival mutatkozott be, de Lőrinc Attila egyedi gitárerősítők alkotója is a program vendége volt. A nap folyamán pedig koncertekkel színesítették a nyílt napot, így fellépett a Moson-Magyaróvári Ütőegyüttes, de a Lasztics Balázs és Vonszemű Miklós is. Először abba gondolkodtunk, hogy van egy projektzárunk is, ami a Ritmus tér varázs zenei műhelynek a projekt átadója volt, és azt gondoltuk, hogy rengeteg új helységet adtunk át, és ezért gondoltuk azt, hogy mutassuk meg a városlakóknak, vagy akár az itt dolgozó kis csoportoknak, hogy tényleg milyen új helyeink vannak, és ezért gondoltuk azt, hogy legyen egy nyílt nap, és mindenki megnézheti azt, hogy tényleg mi van a kulisszák mögött, vagy akár mi van a szenikába, ahonnan irányítják a fényt, vagy a hangot a színházterembe. Délután aztán a Fiók ki mit tudra várták az érdeklődőket, este pedig ismét helyi zenekarok koncertjeire került sor. Bár a kulturális nyílt napot első alkalommal szervezték meg, nem kizárt, hogy a jövőben többször is lehetőséget biztosítanának arra az érdeklődőknek, hogy betekintést nyerjenek a Flash Központ kulisszái mögé.